Fórumot tartottak Szekszárdon a Garai János gimnázium dísztermében a köznevelési törvényt érintő változásokról. A pedagógusok új életpályájáról szóló rendelet 2024. január 1-én lép hatályba. Attól kezdve a közalkalmazottként, munkavállalóként alkalmazott pedagógusok új jogállást kapnak, miszerint köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók lesznek. A változás előtt minden közoktatásban dolgozó tájékoztatást kap az új jogszabályi változásokról. Hiszen az életpályatörvény hatályba lépését megelőzően már a törvényben meghatározottak szerint az egyes fizetési fokozatokba tartozó legalacsonyabb keresetű pedagógusok esetében megtörténik a bér kompenzáció, mely visszamenőlegesen 2023. júliusáig illeti meg az érintetteket, továbbá a nehéz sorsú szegregátum települések, szociokulturális hátrány tekintetében frekventált települések esetén. Régi adósságot rendez a jogalkotó azzal, hogy végre pontosan rendelkezik a pedagógusok többlet tanításával kapcsolatban, a neveléssel, oktatással lekötött munkaidőn és az eseti helyettesítés felső határain túli munka elszámolására, nyilvántartására és díjazására. Ami a Nemzeti Pedagógus Kar tárgyal, míg más szervezetek azért hangosabban próbálják érvényesíteni az érdekeiket és a céljaikat. Ezek a tárgyalások nagyon sokat vagy hosszú ideig tartottak, és Horváth Péter elnök úr nagyon kemény munkát tett bele. Ha csak egyetlen egy eredményt említek, a kötelező óra maximálása 24, vagy pontosan meghatározása 24 órában, én azt gondolom, hogy ez egy sarkalatos kérdése volt már a köznevelésnek évek óta, úgyhogy nagyon sok eredményt értünk el. A törvény támogatja a köznevelési intézményekben célszerűen használható egyenlőtlen munkabeosztás lehetőségét, amely a napi szigorúan 8-8 órás munkaidőtől eltérő szabályozási lehetőségeket tartalmaz.